Már hagyomány, hogy a nyíregyházi kosársuli augusztus végén, szeptember elején egy utánpótlás tornát rendezve igyekszik minél több játék lehetőséget biztosítani korosztályos csapatainak. Tavaly 17 résztvevő együttessel rekordot döntöttek a szervezők, idén ennél egyel több csapat fogadta el a meghívást a tornára, amelynek ezúttal is van külföldi vendége. Határon túlra most per pillanat egy szlovák csapat érkezik az ólyom. A román csapatok azok per pillanat nem kezdtek még el edzeni, tehát őket hiába szeretők volna behívni, hogy régebben is jöttek, most ezt nem sikerült megoldanunk. A többiek azok ugye szokásos, a Szekszárd jön, a Nagykanizsa jön, a szolnoki csapatot látjuk vendégül, de ugye a Török Flór is régebben volt a tornákon, most hogy visszatérje, a Dunakeszi Kiszticák, ők is évek óta jönnek, most a miskolci csapatok közül az MVS-i vadmacskák azok, akik eljönnek erre a tornára. Ez is igazából, hogy ugyanazok a csapatok jönnek évek óta, de ez azért jó, mert ugye amikor ők rendeznek tornát, akkor mi is megyünk oda szívesen, tehát helyek közel ismert arcokkal fogunk itt találkozni. A szakmai igazgató szerint fontos, hogy a fiatalok minél több stílus ellen mérhessék le, hogy hol tartanak a felkészülésben, bár ilyenkor nem az eredményesség az elsődleges szempont. Én ezt még mindig felkészülésnek szánom, tehát persze jól hangzik az, amikor minden mérkőzést megnyerünk, meg milyen szép és jó, de elsősorban az a lényeg, hogy a következő hétvégén már a selejtezője lesz a serdülőnek és a juniornak, ahol ugye mind a kettőnél a főtáblára jutás a cél, tehát ugye a legjobb 12 közé jutásért fogunk játszani, és azért nem mindegy, hogy játékosok milyen állapotban vannak, és sok esetben azért ilyenkor az eredményt az, aki kicsikét talán félre lehet tenni annak érdekében, hogy a következő hétre készüljünk, ami sokkal lényegesebb és fontosabb. A kadettjeink azok két hét múlva fogják ugyanezt a selejtezőt vívni, tehát úgy gondolom ezeken a tornákon, hogyha sikerül megnyernünk, akkor nagyon boldogok vagyunk, de ha nem, akkor sincs gond és probléma, az a lényeg, hogy a gyerekeknek a felkészülésében jól illeszünk be, és hogy a következő mérkőzésekre valóban az ilyen ki, amit látni szeretnénk tőlük. A juniorok a Szent Imre gimnázium csarnokában, a kadettek a Bánkiban, a serdülők pedig az ötvös tornatermében játsszák a meccseiket. Az utolsó mérkőzések a tervek szerint szombat dél körül fejeződnek majd be.